Cserkászky Endre bizonyos mintaszerű tulajdonságokkal foglalta el helyét a kolozsvári színpadon. Ezek a tulajdonságok részben szerencséseknek mondható, részben nem. A képességéről beszélek. A kitűnő megjelenés, a szép orgánum. Mindezek már egészen fiatalon alkalmasak tették a rokon szembe szerepkére. Cserkászky nélkül, a mai Cserkászky nélkül, a mai kolozsvári színház épp úgy elképzelhetetlen, mint 30 esztendővel ezelőtt volt az akkori Cserkászky nélkül. A középiskolai tanulmányok befejezése után Cserkászky Endre beáll a nagybátyja üzletébe Inasnak. 1935-ben beiratkozik a Kolping legényegyletbe, ahol szerepeket vállal a műkedvelő színi előadásokon. A Véngazemberben a Kasznárt alakítja. Ekkor figyel föl rá a színház akkori művészeti igazgatója, dr. Kádár Imre. Ezt követően Cserkászky Endre beiratkozik Hetényi Elemér színi iskolájába. A vizsga előadásra Bánkbán szerepét tanítja be neki dr. Tóth Elek. A sikeres szereplés ellenére Cserkászky vágya, hogy a kolozsvári Magyar Színházhoz szerződtessék, csak néhány évvel később teljesül. Hiszek abban a szigorú felelősségben, amivel az életnek, a közösségemnek tartozom. Én a színházat nem kellemes dolognak látom, hanem éber, kemény, feltétlen fájdalmas keresésnek. A rend, a tisztesség, a világosság, az igazság keresésének. Ma reggel ön nézegette a naptárt. Az szerint milyen fogás lesz ma? Hát nem számíthatunk valami jó halfogásra, mert a hold körülbelül 6 órakor kell fel. És 3 órakor nyugszik. Na de én apróságokból más sincs hiány. Na, reméljük, hogy a továbbiakban jó napunk. Azokra lesz. Nem vonatkozik a holdnaptár. Emlékszik az első nagy sikerre? Hát emlékszem az első nagy bukásra. Az mi volt? Miben volt? Bernát Show Szent Joanna című színműben. Gróf Verviket játszottam borzasztó rosszul. Aradon? Aradon, igen. Abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy 28 éves koromban, 5 éves színész gyakorlattal a nagyhírű kolozsvári színpadon eljátszhattam Madács Imre Ember tragédiájában Ádámot. Ez volt az első nagy kiugró sikerem. Rengeteg szerepet játszottam. A színész számára milyen haszonnal járt a tanárkodás? Nagyon nagy hasznomra volt, el kell mondanom, mert fel kellett készüljek az órákra. És amit megköveteltem a növendékektől, azt kikísérleteztem a színpadon. Valamikor tudtam dalokat. Júj, este majd tessék énekelni. Hogyan? De nagyon hangulatos lesz. Gondolja, Karola? Nem. Semmi esetre sem énekelek. Miért nem? Hát nem akarok én a múlton rágódni és érzelmessé válni, mint valami öreg ember. Orbó kávtárs nem öreg. Nem. Na, lehet, hogy valamikor öreg volt, de most már nem az. Most már nem? Most már nem. Most még elhagyatottabb vagyok, mint voltam valaha. De én 100 évig élek. Forba van. Kép is forog. Első jelenet, nagy totál, 1. Tessék. Tudod, hogy egész életemben nem ettem húst. Tudom, nagyapa. De azt nem tudod, hogy miért, ugye? Dehogy nem. Mert vegetáriánus. Ezt mindenki tudja. De nem azért vagyok itt.
Azt szeretném megtudni, hogy mit kér a 100. születésnapjáról.